Segítheti-e a harag az elengedést? Szeretettel köszöntelek, Németh Erika vagyok, önismereti tréner. Talán te is most szakítottál a pároddal, talán te is így évvégén kerültél abba a helyzetbe, hogy az ünnepeket már egyedül kell töltened. Ilyenkor mardos az az emlék, amelyet a korábbi hónapokban, a korábbi években együtt töltöttetek, és talán duplájára nő ilyenkor a hiány benned, hiszen szeretet ünnepe van. Azzal kellene lenned, akit szeretsz. Ám de te éppen azon keseregsz, hogy egyedül maradtál, mert elhagytak vagy megcsaltak téged. Tudom, hogy óriási ilyenkor az űr, óriási a hiány és óriási a fájdalom benned. Sokan ilyenkor választják azt az utat, hogy elkezdenek haragot dédelgetni a távozó exükkel szemben. Haragot azért, mert az exük már nem akar velük lenni. Haragot azért, mert talán csúnyán bánt velük. Haragot azért, mert szakított, haragot azért, mert megcsalt. Haragot azért, mert nem teljesítette mindazt, amit te szerettél volna. Vagy haragot dédelgetnek azért, mert a párjuk számára már nem ugyanazt jelenti ez a kapcsolat, mint amit számukra. Lehet, hogy te is ezt az utat választottad, hogy a haragodat szeretnéd felhasználni arra, hogy eltávolodj a párodtól. Azt reméled, hogy a haragod megvéd. A haragnak valójában ez az egyetlen haszna a gondolkodó elme számára. Azért választja az elméd a haragot, mert hogy az elméd választja, nem a szíved. Azért választja, mert azt reméli, hogy ha fönn tudod tartani a haragodat, akkor azzal meg tudod védeni magad. Megvédheted magad attól, hogy elgyengülj, megvédheted magad attól, hogy újra beleess abba a csapdába, hogy a párod adott esetben kihasználjon. Megvédheted magad attól, hogy fájjon, ha újra utat engedsz neki az életedben. Azt reméled, hogy a haragod majd elég lesz ahhoz, elég erő lesz ahhoz, hogy távol tartsd magad a párodtól. És azt reméled, hogy ha távol tudod tartani magad tőle, akkor majd nem fogsz rá vágyni, és így talán egyszer csak kioldódik belőled a fájdalom. Ha már nem vágysz rá, ha a rosszat látod benne, ha gonosznak találod, ha hibáztatod, akkor azt gondolod, hogy kellően messzire tudod lökni magadat tőle ahhoz, hogy már ne fájjon a hiánya. Azonban az a helyzet, hogy hosszú távon sajnos ez egy tévedés lesz. Ugyanis a harag az csak egy időre lehet része az elengedésnek. Sőt, ha kellően bölcs vagy, akkor a haragot már nem is választod úti társadul. Hiszen pontosan tudod valahol belül, hogy a haraggal igazából önmagadat mérgezed. Hiszen hiába haragszol rá, ő neki ez mit sem számít. Lehet, hogy már rég maga mögött hagyott téged a haragjával együtt. Lehet, hogy azóta már kiköltözött külföldre, és épp valaki mással éli boldogan az életét. Te benned pedig munkál a harag, és mérgez. Nem őt mérgezed, nem rajta állsz bosszút, nem felé közvetítesz távolságot, hanem valójában önmagadat tiprod, önmagadat pusztítod, mert hogy a haragod igazából benned méreg. Méreg. Mérges vagy, és mérgezed magad. Mérgezed magad tehetetlen düvel és a tehetetlenségből fakadó pusztító energiákkal. Addig fogod fönntartani haragodat, amíg meg nem értesz valamit. Meg nem értesz két dolgot. Méghozzá a haragodnak az okát, az eredőjét és a célját, a hasznát az életedben. A haragod célját az előbb már feltártuk. Azt hiszed tévesen, hogy a haragoddal megvéded magad. Azt hiszed tévesen, hogy ezzel távol tudod tartani magad a fájdalomtól. Tévedés lesz. A haragod oka pedig, azért van benned harag, mert a párod, leegyszerűsítve mondom, nem azt teszi, amit te szeretnél tőle. Nem azt teszi, mert számára már nem az a fontos, és nem úgy fontos, ahogy neked. A párod elment, és nem azt akarja, amit te. Nem úgy viselkedik, amit te. Bármilyen nehéz is, szembe kell ezzel nézned. Szembe kell azzal nézned, hogy a párodnak joga van másképp élni. A párodnak joga van másképp érezni. A párodnak joga van másban hinni. A párodnak joga van más normákat, más sémákat, más terveket követni. A párodnak joga van mást szeretni és másképp élni. A párodnak joga van a saját élete minden választásaihoz.
mert a párod nem a tulajdonod, és a párod nem te vagy, hanem ő egy önálló, szabadon gondolkodó másik lény, akinek az útja addig volt közös veled, amíg ő is azt akarta, amit te. De joga volt ahhoz is, hogy azt akarja, és joga van ahhoz is, hogy mást akarjon. Ha képes vagy ezzel szembenézni, ha meg tudod ezt érteni, hogy a párod nem te vagy, nem a tiéd, hanem egy önállóan gondolkodó, másik szabad ember, akkor fog a haragod kioldódni belőled. Ez azt fogja jelenteni, hogy már nem várod el, hogy ugyanúgy érezzen és cselekedjen, ahogy te. Amint nem lesznek felé elvárásaid, semmilyen elvárásod, akkor fog tudni a haragod lenyugodni benned és kiürülni belőled. És akkor már megérted, hogy nincs mitől megvédened, mert neki is van egy szabad útja, és neked is van. És itt fogsz megérkezni oda, és itt fog elengedni a harag belőled, itt fogsz megérkezni oda, hogy belásd, hogy neked van egy saját életed. Egy saját életed, amit neked kötelességed tovább vinni és élni. És innentől kezdve a jövő felé fordulj, és kezd el tervezni a jövőt, hogy legyenek benne kapaszkodóid. Kezd el felfedezni, hogy mi az, amiért érdemes reggelente felkelni, mert muszáj felkelned. Kezdj el új célokat kitűzni magad elé. Legyenek olyan vágyaid és terveid, amik lelkesíteni tudnak téged, amik lekötik a figyelmedet, amelyek elindítanak téged arra, hogy újra legyen értelme a napjaidnak. Ezek fognak téged újra megerősíteni, és visszatér beléd az élet. Egy új élet. Ezzel nem fogod elveszíteni azt az élményt, amit korábban a párod mellett megéltél. És az, hogy új utakra lépsz, hogy a jövő felé fordulsz, ez egy pillanatig sem csökkenti benned ennek a múló kapcsolatnak az értékét. Ez a kapcsolat értékes marad. Ha pedig átveréssel zárult, te akkor is az maradtál, aki vagy. Belőled, a te értékeidből, a személyiségedből, a fontosságodból, a képességeidből, a tudásodból, a vágyaidból, a benned lévő hajtóerőkből, motivációkból, ötletekből és erősségekből senki, de senki nem tud tőled elvenni semmit. A haragod tehát foszoljon szerte, hiszen nem véd meg tőled semmitől, csak bezár téged. Az a legjobb, ha nyitni tudsz újra a világ felé, és felfedezed benne a saját lehetőségeidet. Fedezd fel az erődet, a képességeidet, a terveidet, a céljaidat, a vágyaidat, és indulj el. Vedd észre, hogy képes vagy túlélni egy szakítást, és vedd észre, hogy az élet nem ment el melletted, hanem te magad vagy az élet. Legyen hited és erőd, és motiváljon az, hogy leszel még boldog. Mert ha egyszer képes voltál boldog lenni az exed mellett, akkor hidd el, ez a képesség, ez a boldogság te vagy, és benned van. Én pedig azt kívánom, hogy a 2021-es évben ez vezessen, legyen hited, bízd magad magadra rá, és legyen sokkal jobb éved a 2020-nál, akármilyen volt is a 2020-as éved. Kívánok neked ehhez sok erőt, jó egészséget, jó sok pénzt, szeretetet, szerelmet, boldog karácsony, boldog új évet, és mindent, amit magadnak kívánnál még. Tarts velünk önismereti kurzusainkon, mi szeretettel látunk személyesen és élő online közvetítéssel a következő évben is. Szerezd be otthonról önismereti könyveinket, és juss felismerésekre otthon kényelmesen magadról. Vagy legyél tagja itt a YouTube-on az exkluzív haladó önismereti videócsatornánknak. Ehhez itt a videóm alatt egy kék keretben a csatlakozás gombra kell kattintanod. Választhatod a szilver tagságot vagy a gold tagságot a maguk előnyeivel együtt. Szeretettel látom!